Valószínűleg az intézmény fenntartás kérdése az, ami a egyik legvitatottabb kérdés a köznevelési törvénnyel kapcsolatban. Az első kérdés, hogy hozzá kell ehhez nyúlni. Miért kell ezt? Mi nem jó úgy, ahogyan eddig volt? Azért nem jó, mert a gyerekek nagyon különböző teljesítményéhez, és ahhoz, hogy a magyar iskola szinte egyáltalán nem képes a hazulról hozott hátrányokat, a családok anyagi, kulturális különbségeit ellensúlyozni. Tehát az esélykülönbségeket fenntartó és nem egy esélyteremtő iskola, ennek az egyik fő oka az a fenntartás szétaprózottságában, illetve a finanszírozás abszurditásában rejlik. Ezt elmúlt 20 évben éltük meg, a jó-rossz tapasztalatokat érdemes levonni 20 év elteltével. A központi költségvetés az intézmények működésének alig a felét biztosítja, a településekkel, hogy hozzátegyék a nagyobb felét. Ez egy ilyen gazdag város számára is, mint Szeged, nagy terhet jelent. Egy kis település, egy szegény település számára meg megoldhatatlan. És sajnálatos módon a szegény emberek a szegény településeken élnek, pedig ott kéne több segítség, több pénz, jobb pedagógus, több eszköz, jobban felszerelt intézmény. Tehát az, ami ma mára kialakult, az egy abszurd, méltánytalan rendszer. Ott költünk kevesebbet, ahol többet kéne. Tehát ez érdemes hozzányúlni, érdemes változtatni. A legnagyobb gond a kis településeken van, ahol nem csak pénzügyi, hanem más problémák is mutatkoznak, túl aprók ahhoz, hogy rendszerként tudják üzemeltetni az iskoláikat, óvodáikat, sokszor a szakértelem sem adott. Éppen ezért azzal én is egyetértek, hogy változtassuk meg a fenntartás módját. Az, amit most a parlament vitat, és ami itt Szegeden is vitát okoz, hogy hogyan minden kerüljön az államhoz, a kis települések kisiskoláinál ez indokolt, de egy ilyen nagyváros, mint Szeged oktatási rendszerénél nem indokolt. Tehát én magam is azt gondolom, hogy egy ilyen összetett problémára nem kell egyforma választ adni, differenciált választható. A nagyobb intézményt, rendszert fönntartó önkormányzatok továbbra is működtethessék az iskoláikat, ne csak az óvodákat, hanem az iskolákat is. Erre van egy utalás a tervezetben, ez halatlan pozitív, hogy a 2000 főnél nagyobb települések köznevelési megállapodást köthetnek a kormánnyal, és továbbra is működtethetik az intézményeiket. A mi dolgunk az, hogy ezt az egy mondatot kifejtsük, és olyan módon fogadjuk majd el a törvényt, hogy ez megnyugtató legyen egy város számára is.